téma című adásunkban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Hát a mai alkalommal én úgy érzem, hogy ismét szolgálunk meglepetésekkel. Egy hatalmas tanulmány van a kezemben, de én jobban szeretném, hogyha ezt a tanulmányt, ezt önök már ismernék. Az uniós reformszerződéssel kapcsolatban fogunk beszélgetni kedves vendégemmel, és aki ezt a hatalmas anyagot összeállította, megszerkesztette és megfogalmazta, dr. Halász Józseffel. Őt önöknek úgy érzem, már nem kell bemutatnom, kedves nézőink. Tehát csak azért beszélünk róla, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk, mert nem tudjuk, hogy még mi vár ránk. Én nagyon megköszönöm, és át is adnám ezt a hatalmas anyagot. Köszönöm. Mit tartalmaz ez a reformszerződés összehasonlítása? Mi van ebben az anyagban? Egy nagyon érdekes dolog történt ismét. Most már lassacskán nem lepődünk meg rajta, hogy hatalmasságaink, idézőjelbe és megfelelő iróniával mondva ezt a szót, ismét rólunk akarnak dönteni nélkülünk, nemhogy nélkülünk, hanem még a tájékoztatásunk nélkül is. Nevezetesen arról van szó, hogy június 23-án Lisszabonban aláírták az új EU alkotmány helyébe lépő alapszerződésre vonatkozó irányelveket a miniszterelnökök. Ezt követően elkezdtek serényen dolgozni mindenféle jogászok, és október 5-én jelentették, hogy nagyszerű, megvan az jegyzőkönyv, amit aláírásra javaslunk a miniszterelnököknek, ezt alá is írták 19-én. Ez pedig a két alapszerződés módosítását jelenti. Az egyik az EU-t létrehozó szerződés, a másik pedig a működési szerződésnek a módosítását. Itt érdemes megállni egy picit, tudnélik, az EU alkotmány egy önálló szerződés volt. Ennek a megerősítése emiatt, mint egy önálló szerződés, egy meghatározott jogi folyamatot eredményezett volna, vagy eredményezett is, aminek az a lényege, ugye, hogy először aláírják mint egy szándéknyilatkozatot, ezt követően az érintett országok megerősítik. Mit jelent ez a megerősítés? Hogy mindenről népszavazunk, erről is kellene népszavazást tartani? Igen, tulajdonképpen nagyon sok országban népszavazást tartottak, mindjárt az első kettőben kisbukott. Nem mindjárt az elsőben, mert spanyolok ezek elfogadták, de utána aztán a franciák ugye 2005. június 29-én elutasították, ezt követően néhány nappal a hollandok is. Így tehát az EU alkotmány, amit annak neveztek, az megbukott, nem lehetett bevezetni. Na most, egy olyan érdekes helyzet állt elő, mert ugye jogászok, akik ezt csinálják, hogy azt mondták, hogy ha van már egy meglévő szerződés, akkor legegyszerűbb ezt módosítani, mert akkor nem kell ebbe a népszavazásos procedúrába beleszaladnunk, hanem akkor azt módosítunk, amit akarunk, és utána minden ország a saját jogrendszere szerint mint egy nemzetközi szerződés módosítást megerősíti, és így aztán nem lesz még egyszer olyan gond, hogy esetleg valamelyik ország elutasítja, és így nem léphet hatályba, hanem cson nélkül mehet. De most érdekes-e ez, hogy mit jelent az, hogy módosítás? Tehát, hogyha az alapjaiban változtatok esetlegesen meg valamit, akkor az már nem módosítás. Na, itt pontosan erről van szó. Mert itt alapjaiban változik meg mind az alapszerződés, tehát ez az Európai Unióról szóló szerződés, ami mindennek az alapja. Ugye, amikor a gazdasági közösségből vált az EU-EUA, ennek a szerződéséről van szó. A másik pedig a működési szabályzat, ami már szintén meglévő szerződés, de olyan alapvető kérdések, mint hogy az EU-s jogrendszer minden részében fölé van rendelve a tagállamok jogrendszerének. Ez egy teljesen vadonatúj, mert ezzel gyakorlatilag a törvénykezési függetlensége szűnt meg a tagállamoknak, vagy olyannal, most csak példaként mondom, hogy az EU mint jogi személy vásárolhat földet, ingó és ingatlan vagyont bárhol az EU területén, mint önálló tulajdon szerezhet. Ez is egy novum. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog, ez már az EU alkotmányban és tervezetben is benne volt,
ami a multinacionális cégeknek gyakorlatilag teljesen jog fölöttiséget biztosít. Ez a, most már nem, most a, mostanira nem emlékszem, mert ez még annyira friss, de az alkotmány, ez volt a harmadik rész, 166-os jó, szakasz. Jó, ezt ki fogjuk bontani, hogy értsék a kedves nézők. Ez egy, mikor lesz ez a szavazás egyébként? Eredetileg az volt a terv, hogy december 13-áig minden állam megerősíti ezt, és akkor ünnepélyesen ratifikálják, tehát ünnepélyesen törvénybe iktatják minden tagállamban. Most a legújabb hírek szerint ez már el fog tolódni legalább egy héttel, mert most már 21-éről beszélnek. Na most nagyon röviden, ha minden tagállamban ezt gyakorlatilag ratifikálják, akkor miért pont nekünk rossz? Mindenkinek rossz. Egész Európában megvannak azok a szervezetek, akik elmondják, hogy miért rossz nekik is az EU. Most, hogy mennyire érdekes, hogy ezeknek milyen hatása van. Amikor Sarkozy úr elmondta az ellenvetését a lisszaboni tanácskozáson, akkor a következőt mondta. Két dologgal nem ért egyet, hogy Franciaországra vonatkozóan a négy liberális alapelv két alapja, a tőke szabad áramlása és az áru szabad áramlása Franciaországra teljes egészében, érdekes a kifejezés, teljes egészében alkalmazott legyen. Tudnék, ő azt akarja, hogy... Na most magyarul ugye csak meghatározott mennyiségű terméket hajlandó fogadni Franciaország. Úgy van, viszont... Tehát egy ilyen kikötése hajlandó, mondjuk Franciaország, igen, ezt elfogadni. Ezt nagy valószínűséggel külön jegyzőkönyvben fogják ezt mellé tenni ennek a... Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert hogyha a jogok és a kötelezettségek azonosak, na most akkor itt a de többi tagállam is nyugodtan fölléphetne, akár, ugye, mert ez már a magyar érdekeket is sérti. Pontosan. Mert ugyan olyan de jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezünk, kell rendelkezni az unión belül, mint bármelyik tagállam. De mondok én olyan példákat, mind az alkotmányban, ami benne volt, és mind a módosított szerződésekben, ami egyértelművé teszi, hogy itt az a tagállamok nem egyenlőek. Az egyik ilyen példa. Németországra nem vonatkoznak sem az árkiegészítési, sem a mennyiségi korlátozási rendelkezések, azzal a főkiáltással, hogy az egyesülés alkalmával, ugye az NDK és az NSZK egyesülése alkalmával két különböző fejlettségű gazdasági ország vált egyé, és ezért nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat önállók másként kell kezelni. Akkor megkérdezem tisztelettel. Azok az országok, akik ugyanúgy, mint az NDK, az úgynevezett szocialista közösség tagállamai voltak, nem érdemelnék-e meg ugyanezt a kedvezményezettséget, mint Németország? De a másik... Hát hogy lehet, az egyik az kedvesebb gyerek, ugye? Ezek szerint igen, így van. Ennyi gyerek van, ugye mi ugyanúgy kell szeretni mindegyiket. Mit szólnak ehhez a lengyelek és a környező országok? Hát a lengyelek is borzasztóan, hát önállók a kormányválságot voltak éppen, ez váltotta ki. Az, hogy most, ne, hogy most ott mi alakul, az még kérdés. A cseheknél is borzasztó kemény ez az EU ellenes vonal. Szlovákok, ők jó el vannak, épp úgy, mint mi, hogy a nemzetiségi problémát minden fölé helyezik, azért ez tipikus gumicsont. Ez a gumicsont, igen, így foglalkozzunk van. Azzal, és akkor közben... A lényegről ne igen, beszéljünk. Igen, szóval ez mint egy tisztességes polgármester egy kis településen, igen, ahol összehívja az önkormányzatot, igen, 3,5 órán keresztül vitatkozunk, hogy a bicikli tárolót hova tegyük, és a lényeges kérdéseket 3 perc alatt átverjük. Pontosan. Mert ott már kifulladtunk, és nincs ideje az embereknek de gyakorlatilag a komoly témákkal foglalkozni. Van még egy nagyon. Most az, hogy Franciaországnak a tengeri vógyarmatai, azok egy külön gazdasági területként vannak benne az EU-ba, alkotmányban, ez nüansznyi, mert borzasztó kicsi a jelentősége. De például megtiltja, már az EU alkotmány és az új szerződés módosítás is megtiltja az úgynevezett tagállamok közötti jogharmonizációt. Na most ezt senki nem érti, aki nem jogász, hogy ez mit jelent. Pontosan erre akartam rákérdezni, fordítsuk le, beszéljünk magyarul. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor meghagyja a Benelux államok gazdasági közösségét. Tehát kivételt tesz rögtön.
Az egy jogharmonizációval összehangolták. Most hány fél alapszerződés készül itt gyakorlatilag? Hát ezt közös szövegezésbe akarják rántani. Most ezért vannak ők bajba, mert ha már közös szövegezés, tehát valamelyik prioritást fog kapni, akkor teljesen egyértelmű lesz, hogy itt nem sima módosításról van szó, hanem egy tulajdonképpen egy meglévő köntösbe bújtató, de teljesen új alapszerződésről. De a jogharmonizációra visszatérve. Ez minket borzasztóan kínosan érint, és jó lenne, hogyha a politikus urak, elvtársak erre odafigyelnének. Nem figyelnek oda, de ez mindegy költői kérdés. Hogy reflektáltak erre egyáltalán a magyar kormányvezető? Most ugye 12-én fogjuk átadni a miniszterelnök úrnak egy követelés sorozat keretében ezt az anyagot, az összes miniszternek, az összes pártnak. Tehát most már megindítunk egy olyan, ha úgy tetszik, kampányt, és nagyon szeretném, hogyha egy országjárás is lenne. Most két országjárás van. Ugye Gyurcsány úr járkál körbe-körbe, és elmondja, hogy az EU-ból milyen hatalmas nagy haszna lesz majd a különböző településeknek. Ez ugye úgy, ahogy van, nem igaz. Tehát mert... adókapó közt, ez köszönő viszonyban van egymással? Hát persze, hogy nincsen, mert amikor az EU-sarc részletes kimutatását, részletes anyagát a Drábik János elolvassa, akkor azt mondja nekem, hogy te Jóska, ez szörnyűség. Hát akkor ez most azt jelenti, hogy az EU-nak elvesztőlünk 100 forintot, 60 forintra kiír pályázatot, 30 forintnyi pályázatot elfogad, aztán ad 10 forintot úgy, hogyha mi önrészként még mellé rakunk plusz 10 forintot. Hát körülbelül így működik az EU, tehát ő kétségtelen ad nekünk pénzt, persze, hogy ad, de az más kérdés, hogy miből adja ezt, és mi az a teher, amit mi viselünk azért, hogy ezt a keveset megkapjuk. Na most a jogharmonizációra, ezt nagyon szeretném, hogyha értené minden néző. Ez azt jelenti, hogyha a Kárpát-medencei tagállamok, ebben a pillanatban Szlovákia, Magyarország, Románia megállapodna abban, hogy közös összehangolja az áru forgalmát, a termelését például, összehangolja a nemzetiségi politikáját. Ez jelenti azt, hogy jogharmonizációt csinálnak. Most ezt tiltja az EU. Ezt nem lehet megcsinálni. Én még mindig nem értem, miért tiltja. Nem látom, érzem a logikáját. Azért, mert akkor ezeket a így önmagukat erősítő kisállamok nem lennének tovább kizsákmányolhatók olyan mértékben, mint jelenleg. Hát ne felejtsük el, hogy a támogatási rendszerben még mindig csak 65-70%-át kapjuk meg annak, mint nyugaton. Ezeknek a így harmonizációra, külön szövetségre, a nagyon belül egy kisebb szövetségre lépő államoknak tulajdonképpen egy önvédelmi gesztusa lenne, annak érdekében, hogy őket ne lehessen teljesen tönkretenni. Na most ezt zárja ki, de ugyanakkor a Beneluxot meghagyja. Tehát itt van egy ellenmondás. Hát ez kettős mérce. Teljesen kettős. Ugyanolyan kettős mérce, mint a Németország és a többi állam között. Ez természetes. Ezt is senki nem mondja el. Szóval ez az a gazemberség, már elnézést kérek a kifejezésért, amivel az alkotmány 61-es szakaszában biztosított közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogunkat, minden egyes állampolgár jogát borzasztóan megsértik. Érezhetem ezt úgy is, hogy ezen az anyagon gyakorlatilag még dolgozni kell? Már az alaptörvényen, amit alá akarnak. Nem lehet igaziból, mert ők aláírták azt a jegyzőkönyvet, ami taxatíve felsorolja, hogy melyik paragrafust hogyan kell megmódosítani. Tehát itt megvan adva már ez a keret, itt már nem lehet egyetlen egy módosítás, de ez saját maga tartalmazza ez a módosított működési szabályzat, amiben azt mondja, hogy ezt egységes szövegbe kell szerkeszteni, és át kell sorszámozni, de ez technikai dolog. Pusztán ennyi változtatás lehetséges most már. Tehát itt az, amit én így most leírtam, ennek az alapja teljesen jogszerű, hiszen mondom még egyszer, hogy ezt az EU honlapjának a magyar változatából vettem le ezt a jegyzőkönyvet, az alapján csináltam meg ennek a két szerződésnek a szöveg pontosítását, és
így állt össze. Egyáltalán... Ha ezt ön nem csinálja meg. Igen. Egyébként tegeződünk, csak most az adásban magázódunk. Ha nem csinálja meg, akkor hogy szerezhet róla tudomást egyáltalán a magyar társadalom? Sehogy. Hogy mi vár ránk? Ez az alapkérdés. Így van, most senki. Most pontosan ezért nagyon sokan gratulálnak, hogy ezt megcsináltam és fölraktam az internetre, mert ahogy megint a Drábik János barátom mondja, hogy ezt rajtad kívül senki nem csinálta volna meg, Jóska. Most nem azért, mert a Halász Jóska borzasztó nagy agyú ember, hanem azért, mert ez a munka, ez nem pusztán az EU két szerződésének az elemzését tartalmazza, mert az féláb. Azzal csak a miértet mondanám meg. Hanem minden egyes helyzetben, minden egyes résznél hozzá hasonlítja azt, ami a Szent Koronából természetes módon következik. Tehát megvan nem csak az, hogy ez mennyire rossz és mennyire aljas mi ránk nézve, és minden európai emberre nézve, hanem a megoldást is rögtön mellé rakja. Ez egy nagyon fontos dolog. Na most én egyet nem értek, ugye az, hogy mondjuk az előbb említette a szlovákokat, románokat és a magyarokat, hogy akármiben esetlegesen jogterületén megállapodnának, ugye akár a kisebbségek további sorsának alakulásával kapcsolatosan. Tehát itt gyakorlatilag eltűntek a határok. Itt regionalitás van, tehát akkor most hogy akarunk itt határon átívelő ugye régiókat esetlegesen megvalósítani, azokat fejleszteni, hogyha mi a különböző kormányok nem egyeztetnek és pontosan, nem lépnek előre ebben. Pontosan a jogharmonizáció tilalma, az pontosan egy átvezetést jelent. Az EU jelenleg tagállamokból áll, de az államoknak a funkciói gyakorlatilag megszűnnek. Helyükbe lépnek a régiók. Most így nagyon sok kis régióból fog állni az EU, és azokat könnyebben lehet, hogy mondjam, hát vezetni, mint egy Franciaország nagyságú, vagy egy Németország nagyságú országot. Ugyanakkor egy őrletesen nagy alázattal kell itt szembenéznünk. A régiók azok általában véve legalább 50%-ukban, talán annál nagyobban, a jelenlegi országhatárokat figyelembe véve egy vagy több országból állnak össze. Például a Bodrog köz. A legtökéletesebb példa erre. Ugye 2004. május 1-én a huszárokkal tapostatták le a magyar-szlovák határt, tekintettel arra, hogy a Bodrog szlovákiai része és a magyar része az, mint Bodrog közi régió fungál innentől kezdve, még nem tökéletesen, de ez volt ez a lényeg. Na most hát ezzel azt értük el, hogy egy több nemzetiségű, de sokkal kisebb területeket fogunk, vagy akar létrehozni az EU. Ezzel gyakorlatilag az dividend impera, az oszd meg és uralkodj rajta elvet még inkább lehet alkalmazni, mert kisebb közösségen belül sokkal intenzívebb ez az egymással szembeállás. Ez egy borzasztó mocskos dolog, hogy ezt így megpróbálják érvényre juttatni. Egyszerűen számomra az a döbbenet, hogy merik vállalni a politikusok mind a két oldalról. Hogy merik vállalni annak a felelősségét, hogy ilyen iszonyatosan alávaló módon megvezetik a választókat és az embereket. De itt mondok azért egy példát, ami azt hiszem, hogy rávilágít itt a lényegre. Kihívtam többször már a parlamenti képviselőket vitára EU-val kapcsolatban. Egyetlen egy ember fogadt el, mindjárt az elején, egy MSZP-s képviselő, most ha nem mondjam a nevét, az volt az egyetlen föltétel, hogy a saját városában legyen a vita, színházterem, tele van emberrel, na majd ő elmondja. És hát kiderült, hogy ez az embernek egyáltalán halvány gőze nincs arra, hogy mi az EU alkotmány és mi az EU. Na most akkor képzeljük el az egyszerű polgárokat, tehát azokat, engem is, akik kim vannak az utcán, jövünk, megyünk, millió-kettő gonddal küzdünk.
Szóval döbbenetes. Hogy tehát, értsük egyáltalán, ugye, hogyha címszavakban vagy el nem magyarázzák nekünk, de kinek hihetünk ezzel mert kapcsolatban, ez egy külön történet. Országgyűlési képviselők is pontosan ugyanolyan helyzetben vannak, viszont önnek is sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy egyszerű választópolgárnak. Ugyanolyan helyzetben vannak. Ez az eső után köpönyeg, aztán majd megmagyarázzuk. Igen, igen. Hogy, mert megkérdeztem végül tőle, hogy az Isten áldjon meg, hát ezt már vacsoránál kérdeztem meg, nyilván nem a publikum előtt, de hát mi alapján szavaztál? És akkor erre azt mondja, hogy hát vannak szakértőink, és ők előkészítenek bennünket a szavazásra. Ez a förtelmes, hogy olyan lényegi kérdésben, ami az egész ország nem csak jelenét, jövőjét meghatározza, abba egyszerűen egy pártvezetés által kijelölt szakértői tanács véleménye alapján szavaznak a képviselők. Ez valami döbbenet. Akkor nyugodtan meg lehet kérdezni tőle, hogy ember, akkor kit képviselsz a tulajdonképpen? Tehát gyakorlatilag bárki ott lehet, lényeg az, hogy szakértők legyenek, aztán majd ők megmondják, hogy én melyik gombot nyomjam, és pontosan. Akkor innentől, de ki a felelősség? Hát nyilván, hogy nem a szakértői, hanem a képviselői kellene, hogy legyen, de itt ugye van ám egy érdekes dolog. Az Alkotmánybíróságnak van egy 2.1993-as számú határozata, amiben egyértelművé teszi, hogy az országgyűlési képviselők csak a választás napjáig vannak kapcsolatban a választóikkal, onnantól kezdve semmilyen felelősséggel a választóknak nem tartoznak, kizárólag a pártjuknak. Tessenek megnézni, elolvasni, 2.1993-as alkotmánybírósági határozat. Szóval gyakorlatilag akkor azért félek annyira mondjuk egy szakértői kormánytól, mert hát mint az ördög a tömjén füstöl, mert onnantól nincs szükség a politikusokra. Így van. És most itt azért, ha már az ördög a tömjén füst hasonlat előjött, itt ad, mondjam el, hogy Bogár László közgazdász Egerbe tartott egy előadást, és ott az ottani barátai megkérdezték tőle, hát ő Fidesz közeli, hogy a Fidesz, hát ha már nemzeti, meg keresztény, meg minden, akkor mi fél a Szent Kalnától annyira? És erre azt mondta Bogár László, hogy hát tulajdonképpen az tény, hogy fél, mint ördög a tömjén füstölő, alkalmazta a hasonlatot, és nem mondta tovább, hogy miért. És én megmondom, hogy miért. Tudnék, a Szent Korona az a függetlenségünkön alapszik. Tehát azért nincs hatályban most a történelmi alkotmányunk, mert 1944. március 19-én a német csapatok bevonulásával gyakorlatilag megszűntek azok a föltételek, amelyek lehetővé tették ennek az értékrendnek az érvényesülését. Na most, most is ebben a helyzetben vagyunk. Na most abban a pillanatban, hogyha valaki elfogadja a Szent Korona értékrendet, eszméjét, abban a pillanatban az az első dolog, hogy Hungária semper libera, Magyarország örökké szabad. Ezt kell visszaállítani, ugye? Tehát itt most rákérdezek, az unión belül nem vagyunk szabadok? Hát persze, hogy nem. Három jelentős területen a szabadságunkat, függetlenségünket elvették, ugyanúgy, mint 1867-ben a kiegyezés alkalmával. Amerikában is van szabadság. Ott van az Amerikai Egyesült Államok. Igen. Európai Egyesült Államok. Igen, igen. Mi a különbség? Hát az, hogy az Amerikai Egyesült Államoknál az egyes tagállamoknak van önálló törvényhozó testülete. Igaz, hogy ugye az Uniót, tehát az Egyesült Államok Unióját ma is képviseltetik magukat, viszont például nagyon jelentős jogalkalmazási és jogalkotási kérdésekben megmaradt az önállóságuk. Tehát például közúti bűncselekmény vagy szabálysértés különböző államokban különböző. Különbözőképpen, ám bár azért meg kell mondani, hogy az unió teljes jogrendszerét veszik precedencia, tehát példamutatás alapjaként precedencia jog érvényesül, tehát nem olyan, ezt, mint Magyarországon. Ezt itt nem másolhatjuk? Nem hiszem, hogy célszerű lenne, tudnélik, és itt egy nagyon fontos dologra ki kell térni. A szabadság az önmagában véve, hogyha kimondom, az nem elég. Annak a föltételét is kell teljesíteni. És az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata az
a Szent Korona eszme szabadság meghatározását átveszi, de a feltételeket már nem. Tehát a függetlenségi nyilatkozat odáig jut el, hogy az állam és az állampolgár szabadságán keresztül ígéri, nem biztosítja, ígéri mindenkinek a boldogságot. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudnék, ha valamit, és az egész EU alkotmányban ez volt a jellemző, ő tiszteletben tartja a nemzetiségek jogait, tiszteletben tartja az egészséghez való jogot, tiszteletben tartja a szociális biztonság jogát. Minden tiszteletben tart, de föltételeket nem ad hozzá. Itt a probléma, tehát a szabadságot nem elég kimondani, hogy szabadok vagyunk. Ha föltétel nincs meg, akkor ez nem érvényesül. Tehát itt ez a probléma. Ezekért a feltételekért az unión belül tudunk küzdeni? Hát persze, hogy nem. Csak úgy, hogyha ebből az egészből kilépünk, nincs más megoldás. Szóval mi nem fogadhatjuk el azt, hogy Magyarország egy gyarmatbirodalom része. Mi legyünk szerves egységként része ennek a világnak, ezen belül Európának. De ha... Akár az Európai Uniónak is lehetünk? Hogyne, partnerei. Minden további nélkül. De arra azért nagyon vigyázzunk, hogy a saját érdekeinket ne rendeljük alá mások idegen érdekeknek. Ez nagyon fontos. Tehát egy szerződés kötésnél jogilag is, ugye az alap, hogy kölcsönösen előnyös föltételeket tartalmazom a szerződés. No hát, ez kéne. Na de hát ez nincs meg. Tehát, hogyha nem kölcsönösen előnyösek a feltételek, hanem az egyik fél számára előnyös, a másik fél számára hátrányos, akkor az a szerződés nem szerződés. És még egy, hogyha olyan kérdésekről rendelkezik egy szerződés, ami egy nemzetnek az eredendő, ha úgy tetszik, természetjogi, hogy most a Szent Koronát nem mondjam, természetjogi joga, például a függetlenséghez való jog, erről nem mondhat le, mert ez neki alapvető joga. Ez olyan, mint az ember az életéről nem mondhat le. Térjünk ki a környező országokra, Románia, Szlovákia. Melyikről tudjuk már, hogy esetleg véleményezik ezt? A Románia van most iszonyatosan kínos helyzetben. Ugye ugyanúgy, ahogyan minket etettek az EU csatlakozás előtt, hogy majd Bécsbe fodrászüzletet lehet nyitni, meg mit tudom én. Miatt a románokat ugyanilyen kampol szöveggel elnézést a kifejezésre. De érthető. Igen, etették meg, hogy jó, a bitam jó lesz majd, hogyha benn lesznek az EU-val, és most aztán, amikor az első EU csatlakozásuk utáni első gazdasági elemzést az ottani KSH, ottani hivatal kihozta, teljesen megdöbbentek. Tudnék, hipsz-hopsz ennyi rövid idő alatt 60%-kal csökkent a költségvetésnek a bevételi oldala. Ami teljesen nyilvánvaló, hiszen az exportjuk az általában véve a jelenlegi EU-s országok felé ment. Most a Vámunióval gyakorlatilag elestek az export bevételtől. Igaz, hogy nem volt rajtuk az import vám kötelezettsége sem, de ez épp úgy náluk, mint nálunk, elenyésző ahhoz képest, ami a kivitt áruk. Tehát az egyenlegből adódott ez a 63%-os csökkenés. Ez nagyon sokáig az osztrákokkal, hát most is kapcsolatban vagyunk az osztrák EU ellenesekkel, az Inge Rause asszonyékkal. Milyen tábort képviselnek? Tehát létszámilag, vagy vannak-e valami nagyon adatok ezzel kapcsolatban? Hát konkrét adatok csak úgy, miután ugye az egy nagyon jellemző dolog, hogy az EU szkeptikusoknak, ahogy nevezik ezt, de sokkal jobb, hogyha a magyarul mondjuk EU ellenesek, ugye nem rendelkeznek pénzzel, nem rendelkeznek médiával, gyakorlatilag rendkívül be vannak szűkülve a lehetőségek. Csak úgy lehet látni, hogy mi munkánk jelentősége, hogyha van egy-egy olyan megnyilvánulás, ami az EU-val kapcsolatos, hogy ott vajon hogyan reflektál, hogyan válaszol egy feltett kérdésre a lakosság zöme. Nos, hát itt egy nagyon érdekes dolog volt, mert a franciák 2005-ben megengedték azt,
hogy a közszolgálati médiában, tehát tévé, rádió, újságban a 30%-os részt kaptak az EU ellenesek. Ez pontosan elegendő volt ahhoz, hogy meg tudják buktatni az EU alkotmányt a népszavazáson. Tehát ez azt mutatja, hogyha egy országban az igazságot elmondjuk az embereknek, módunk van elmondani az embereknek, akkor erre vevők. És miért ne lenne ez így Magyarországon is? Magyarul mi forhatott volna ki ebből? Lehetett volna egy jobb EU alkotmányt készíteni? Nem hiszem. Tudnélik, ott volt az alapvető probléma, hogy miért kellett átalakulni az Európai Gazdasági Közösségnek Európai Unióvá. Ameddig csak gazdaság, és meghatározott az országok egyenrangú félként vannak benne, addig ebben nincs baj. Hát úgy lett tisztességes szerződés kötni. Ez a tisztességes. És abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy az EU alkotmányban már benne volt, és most ugye átvette ezt a mind a két módosított szerződés, amikor azt mondják, hogy vannak úgynevezett közös hatáskörű dolgok, és ebbe a közös hatáskörbe vonják bele a külügyet, a biztonságot, a monetáris és a kereskedelmi politikát, tehát ugyanaz, itt most visszatérünk a kiegyezésre. Mi volt a baj? A pénzügy, a hadügy és a külügynek a átadása. Ez a három olyan pont, ami ha nincs egy ország, nincs egy állam kezében, akkor az állam nem független. Az nem szabad. Az valami monarchiának, valami gyarmatbirodalomnak a része. No hát ez volt a baj, hogy az EU-vá alakuláskor tulajdonképpen elveszítették azt a kimondottan gazdasági és kölcsönös előnyökre épülő kapcsolati rendszert, ahol Európa gazdaságilag egy valóban szerves egységként, a csatlakozott országok valóban szerves egységként éltek, ezt föladták, és alárendelték a monetáris háttérhatalomnak az egészet, hiszen ne felejtsük el, hogy az Európai Központi Bank az már az EU alkotmányban is, és most is, olyan hatalmat gyakorol, hogy azt lehet mondani, hogy az Európai Központi Bank vezeti az Európai Uniót. Ezt felelősségem teljes kudotában kijelentem, tudnélik. Amikor minden tagállam az, hogy a közös ügyekre vonatkozó rendeleteket, jogszabályokat a központi bank egyetértésével lehet hozni, ez természetes. De még a tagállamok is a saját jogrendszerükben lévő változtatást, így mondja, hogy amennyiben annak anyagi kihatása van, hát minek nincs anyagi kihatása, akkor ezt csak az Európai Központi Bank engedélyével teheti. Tehát ez nem volt meg az Európai Gazdasági Közösségben, ez a kötöttség. Hát nem tudom, gondolkozzunk egy kicsit hangosan. Talán nem is lenne ez akkora probléma, ugye, hogyha ezek a kamatterhek nem vinnék el a nemzeti vagyonunk jelentős részét. No hát igen, igen. De hogyha most erről kezdünk el beszélni, akkor azt hiszem, hogy mindenek előtt a pénznek a funkcióját kell tisztázni, mert a pénz eredetileg ugye értékek közötti csere eszköze. Na most is így tulajdonképpen így működik, mert amikor dolgozom, azért pénzt kapok, tehát cserébe kapom a pénzt. De azért van nekem a pénzem, hogy azért szolgáltatást, vagy árut, vagy valamit vegyek, tehát megint csak elcseréljem. Na most így ez a pénz, ez elkezd önmaga élni, és saját magát többszörözi meg, akkor egy olyan helyzet áll elő, hogy nincs meg az összhang a két dolog, tehát az érték előállítás, a munka, és az értékek élvezete között. Tehát nincs meg az igény és a lehetőség közötti összhang. Na és itt borul föl az egész. Na most a kamatokról és a kamatterhekről. Kérem szépen, részben nyíltan teszi tönkre az országokat az EU ezzel, hogy eszméletlen hatalmas az elvonás. Magyarországot érintően ez 4000 milliárd forint évente.
ha most ezt visszaosztjuk, és vissza kell, hogy osszuk különböző területekre, és ezt fogjuk a minisztériumok, a megyék, a települések polgármestereinek eljutatni, hogy tudják már meg, hogy mennyit veszítettünk azzal, hogy mi az EU tagjai vagyunk eddig. Mert az, hogy 2004. május 1-től vagyunk tagok, nehogy azt higgyük, hogy azelőtt minket nem sarcoltak, dehogy nem. Ez volt az úgynevezett előkészítő időszak, ahol közel 9000 milliárd forintot, jó, hát kevés, mert bőven két évnyi mostani elvonás összegét vittek el tőlünk a fölkészülés időszakában. Tehát ezt nekünk tudnunk kell. Miért fontos ez a hitel vonatkozásában? Egyik tehát ez a direkt elvonás, a másik pedig, amit mindannyian tapasztalunk, hogy azt a látszatot kelti az EU, mintha mindenkinek, mint Amerikában, az amerikai csoda ugye, mindenkinek a lehetősége van arra, hogy meggazdagodjék, hogy egzisztenciát teremtsen magának. Tehát ez az, ami nem így van. Tekintettel arra, hogy a multinacionális cégek iszonyatosan keményen vigyáznak arra, hogy a kínálat monopóliumok fönnmaradjanak. Tehát, hogy fönnmaradjanak a különböző iparágaknál az ő monopól helyzetük, amivel gyakorlatilag az igényeket tudják manipulálni, tehát ne a természetes igénye legyen az embereknek, hanem az ő általuk diktáltak szerinti. Tehát most emiatt aztán, hogy azt mondja, hogy neked lehetőséged van emberke olyan gazdagnak lenni, mint Rothschild, de ahhoz neked valamit el kell kezdeni csinálni, van neked egy házad, nagyszerű, van neked egy házad, akkor én arra jelzálogot írunk be, és adok neked hitelt. Na most, és akkor csináld meg a vállalkozásodat. Miután a vállalkozását megcsinált ez a szerencsétlen ember, akkor kiderül, hogy a kis és közép vállalkozások gyakorlatilag nem esélyegyenlőek a nagyokkal. Most két lehetősége van, vagy elfogadja a nagy feltételeit, ha egyáltalán kell neki, mint beszállító, vagy pedig felszámolja saját magát. Általában az első szokott szerepelni, hogy a nagyhoz megy, ha kell neki, na utána aztán ő tökéletes olyan árakat fog kapni, amivel őnek a munkája nem lesz normális. De ez a hétköznapi életben is megvan. Gondoljunk arra, hogy most már lakásra, bútorra, sőt, úgynevezett cím nélküli hitelt is adnak boldognak, boldogtalannak. Na igen ám, csak hogy utána, miután bizonytalan minden, tehát az is, hogy neki lesz-e fedezete kifizetni a hitel részleteit, emiatt nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb tönkre fog menni. Egy tipikus példa egy néhány évvel ezelőtt mezőgazdaságot. Hogy tették tönkre? Ugye először a élelmiszeripart kivették a kezünkből. Elnézést kérek, annak ellenére, hogy magyar vállalkozó is például volt arra, hogy megvegye a növényolajipart, Varga István, nem ő neki adták, hanem az olaszoknak, pedig az István az fizetett volna. Ez pedig majd hozamra. Mi történt? A növényolajipari gyárakat gyakorlatilag felszámolták. Ugyanez volt cukorgyárakkal, ugyanez volt a konzervgyárakkal. Gyakorlatilag innentől kezdve a ipar, élelmiszeripar felszámolásával a beszállítókat, tehát azokat a kis termelőket, akik repcét termesztettek, tányericát termesztettek, cukorrépát, paprikát, paradicsomot, gyümölcsöt. Azoknak a helyzete vált lehetetlenné, mert ki voltak szolgáltatva egy olyan multinacionális monopóliumnak, ami azt mondta, hogy én ennyit adok érte, engem az nem érdekel, hogy neked mennyibe került. Ennyit adok érte, kész, adod, nem adod. Ha nem, akkor szánts be, csinálj vele azt, amit akarsz. Tehát ugye ez van az ország vonatkozásában is. Adó lehetőségek, adómentesség, a multikról beszélünk. Versenyszabályok. Mit kellene ezen gyakorlatilag változtatni? Hát mindenek előtt azt a egyeduralmat kell megszüntetni, ami a multikat életben tartja, és miután klasszikusokat csak szó szerint szabad idézni, emiatt most hadd nyúljak vele ebbe a dologba. Kérem szépen, az EU működési szabályzat 86. cikkének második bekezdése a következőképpen szól.
A jövedelemtermelő, monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a szerződés szabályai, különösen a versenyszabályok hatája alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. Magyarul ugye a monopólium jellegű vállalkozások, vagyis a multik, azt csinálnak, amit akarnak. Őrájuk nem vonatkoznak ezek az előírások. Na most ugye sokáig volt gond az, hogy de utána nagyon rövid időn belül napirendet értek fölötte, hogy hogy van az, hogy Magyarországon 5 évig adómentességet kapnak a multik. Mondták, hogy mert hát beruháznak meg mi fel. Hát igen, ez az igazi versenysemlegesség. Igen. Most ennek ugye az lett a következménye, hogy ők fogják magukat, 5 évig nem fizetnek adót, utána átalakulnak másiká, új névvel. És tehát csak a név, a profil marad. Így van, minden marad, és csinálják tovább. Most ez ugye egy nagyon elegáns gesztus, ezt megengedhetnénk talán magunknak akkor, ha olyan helyzetben lennék, hogy megengedhetjük magunknak. Most tekintsünk el attól az erkölcsi dologtól, hogy hát Magyarországon egy magyar vállalkozóra ugyanezek az adómentességek miért nem vonatkoznak, tekintsünk el ettől. Itt egyszerűen arról van szó, hogy az elvonások miatt állandósul a költségvetés hiányhelyzete. Ezt most már érezzük évek óta, ez egész Európában így van, hiszen pontosan ezek az úgynevezett konvergencia kérdések, pont ezért jönnek napvilágra, nem csak Magyarországon, franciák épp úgy, de Sárköz azt mondta, hogy ő ezzel nem törődik, őt nem érdekli, hogy magasabb a költségvetési hiány, mint a GDP-nek a 3%-a, akinek nem tetszik, az tegyen róla, kész. Mi nem így voltunk, mi alázatosan ugye elfogadtuk a megszólító intézkedéseket. Mi ebbe a baj? Az, hogy mégiscsak kell valami közös kiadást egészségügyben és oktatásban, és ugye most megmondta a Horváth Ágnes, hogy 3 milliárdot adnak a kaja kiegészítésre a kórházaknak. Félelmetes. Szóval ez valami döbbenetesen szánalmas dolog. Tehát mégiscsak kell valamit adni. Na, hogy tudunk adni, hogyha elviszik a bevételt? Hát csak úgy, hogyha vagy az adót emeljük, vagy pedig a külföldi hitelállományunkat megnöveljük, magyarul újabb hiteleket veszünk föl. Így, miután az adót most már tovább nem lehet emelni, és miután most ugye az előbb felolvastam, a multikkal nem lehet mit kezdeni, Magyarországon sem, meg a többi helyen sem, ezért marad egyetlen dolog, hogy lehetőség, hogy a hitelállományunkat növeljük. Ez viszont egy tragédiához vezet értelemszerűen, hiszen már most is ott vagyunk, hogy Magyarország költségvetésében már az alaptőke visszafizetésének egy pici része sincs benne, csak a kamatterheket fizetjük mi évente. Tehát az alaptőke az változatlan marad. Ez egy nagy kérdés, ugye, hogy mikor lesz ennek egyáltalán vége. Ez nem lehet, tehát ezért mondja a Drábik János, hogy az adósság spirál, hogy ez önmagát gerjeszti. Tehát én nekem fizetni kell a kamatokat, hogyha most olyan helyzet lenne, hogy nullszaldós lenne a költségvetés. Csak a kamatok lennének a költségvetési hiány okozói, akkor is kénytelenek lennénk újabb hitelt felvenni a kamat kifizetésére. Tehát ez egy önmagába visszatérő probléma, ebben a rendszerben megoldhatatlan kérdés. Hát nem véletlen, ugye ezt a Washington Postnak a tavaly februári számában volt, Magyarországon nem is közölték, hogy Soros úr itt volt Magyarországon, és azzal a üzenettel jött a világban megbízásából, hogy miután Magyarországnak akkora az adósságállománya, hogy ez már komoly veszélyt jelent az adósság, vagy a hitelezők részére, ezért vagy a magyar termőföldet adjuk át, vagy pedig a magyar termőföldre egységesen jelzálogot helyezzünk az eddigi hitelek fedezeteként.
Na most ezt nem merte, nem merte senki se ezt, ezt továbbvinni, tehát ezt a gondolatot, tehát most maradtunk ebben, viszont nem kell őket félteni, mert a magyar termőföld miután most már nagyon rövid időn belül korlátozás nélkül bárki számára áruvá válik, tehát arra is jelzálogosítani fognak, és épp úgy a bankokon keresztül a háttérhatalom kezébe fog kerülni, mint bármi. Bármilyen épület, bármi az égvilágon, akár a vasút, akár egy elektromos művek, akár a MOL, minden. Tehát ez egy olyan csapda, amiből csak úgy tudunk kilábalni, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarországon nem a szabadosság, nem a liberalizmus, hanem a természetes értékrend uralkodik. Mert minden a négy liberális alapelvnek a érvényesülésének a következménye. Ehhez viszont tárgyalni kellene, és konzenzus kellene keresni elsősorban Magyarországon belül a különböző pártokkal. Igen, de... Tehát akik most topon vannak, és döntenek a sorsunkról. Megkíséreljük. Tehát most ezért lesz ez, hogy hétfőn, kedden megkeresünk minden pártot, minden minisztériumot, a miniszterelnököt, az alkotmánybíróságot. Felhívva a figyelmüket arra, hogy egy olyan lehetetlen helyzet előtt áll Magyarország, amit másként nem lehet megszüntetni, csak úgy, hogyha felszámoljuk azt a gyarmati kötöttséget, ami minket az EU-hoz kapcsol. Ez egy borzasztó fájó dolog, de meg kell lépni, muszáj meglépni, mert egyébként elvesz Magyarország. Az, hogy most az összes parlamenti párt valamilyen úton, módon elkötelezettje a háttérhatalomnak, ez nyilvánvaló. Tehát ők voltak éppen helytartók. Most hogy az, hogy kibírnak-e lépni ebből a helyzetből, én ezt nagyon kétlem. Egyedül a Fidesz, most ugye a szocialistáknál hatalmas nagy belháború van. Ezt annak ellenére, hogy ők borzasztó fegyelmezettek, ennek ellenére azért nagyon sok minden kiszivárog, és már látjuk, hogy milyen erővonalak vannak. Sokkal inkább látszik ez a Fidesznél az Orbán-Kósa vonal kettéválása. Hát itt azért egy dolgot, és hát ha benne marad, ha nem, akkor is el kell mondanom. Nagyon fontos, hogy miért nem akarják a Szent Koronát. Tudnék, a Szent Korona második pontja, a szabadság elvének második pontja azt mondja, hogy a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadsággal rendelkezik a kötelezettségek és jogok összhangján belül. Szent Korona tagja. És ki a Szent Korona tagja? Az államalapító magyar nemzet tagja bárhol él a világon, tehát független Trianontól a Romániában élő vagy Szlovákiában élő magyar épp úgy a Szent Korona tagja, mint az, aki a Csonkaországban van. És eddig nincs baj. Szent Korona tagja még az államalkotó nemzetek tagja, ha a Szent Korona országában él. És más nem a Szent Korona tagja. És itt a gond. Tudnélik, és ezért mondtam, hogy ez kényes kérdés, de remélem ezt nem úgy veszi senki, hogy az antiszemitázás. 2005. októberében az európai rabbik itt üléseztek Budapesten. És ez a rabbi tanács azt ajánlotta az európai zsidóknak, hogy mindegyik országban vállalják el, hogy ők kisebbségi nemzetiségként élnek. A mazsihisz volt az első, aki ezt legkategorikusabban visszautasította. Na most ez egy olyan sajátos helyzetet idézett elő, hogy nekik megvolt a lehetőségük arra, hogy államalkotó nemzet legyenek, de ők ezt nem fogadták el, vagyis kirekesztették magukat. Ez nagyon fontos dolog. Nem mi rekesztettük ki őket. Ők rekesztették ki magukat. Nem csak most, hanem korábban is a kvázi önállóságukat, de most egy eddig utolsó lehetőségük ez volt. Most ez miért kényes? Mert nemzetközi jog szerint, és az a római jogból ered, aki ugye nem idegenként él, vendégként él egy országban, már pedig aki nem államalkotó és nem államalapító, az vendég is. Annak ugye három dologhoz, minden szabad neki, amit a vendéglátónak, három dolog kivételével. A
vendéglátó kamrájába, pénztárcájába és hálószobájába nincs belépési joga. Ez ilyen egyszerű. Tehát ők gyakorlatilag azok, mindazok, és itt most nem a zsidókról van szó, szóval mindazok, akik itt élnek, de nem államalkotó vagy államalapító nemzettagjaként, azoknak tudomásul kell venni, hogy ők itt élhetnek nyugodtan, de ezekhez, tehát gazdasági dolgokhoz, pénzügyi dolgokhoz és a családokat érintő dolgokhoz semmi közük nem lehet. Tehát ezt tudomásul kell venni. Na most egy borzasztó érdekes dolog, mert mindez, akárhogy is nézem, összefüggésben van azzal, hogy az EU mostani szerződés módosítása hogyan alakul. Hiszen a nemzetiségekkel kapcsolatban ő mindent elfogad, minden dolgot, viszont egy picit megalázó. Mert amikor a szexuális szabadsága, aberráltsággal, azonos, mint szabadságjoggal, azonos szinten említi a nemzetiségek önálló jogait, akkor valahogy az emberbe úgy fölmerül a kételj, hogy akkor most tulajdonképpen ez igaziból meglévő jog. Vagy pedig csak egy valamiféle rezervátumba terelés kérdése, hogy ki magyarkám, nagyszerű, hagyományaidat őrized saját magadon belül, de úgy, hogy ennek ne legyen hatása. Románkám, ugyanez a helyzet, szlovákkám, ugyanez, mindenkinél ugyanez a helyzet. Látjuk, hogy ennek viszont most nagyon komoly kihatása van, hiszen már is Belgiumban a két fő nemzetiség, ugye a flamandok és a valonok között nagyon komoly nézeteltérés van, és már Belgium szétszakadása határán állunk. Nem fog megtörténni természetesen, mert azért józanul fogják fölfogni a dolgokat. De ez is azt mutatja, hogy nem lehet a nemzetiségeket rezervátumba, a nemzeteket nem lehet rezervátumba terelni. Mindenkinek meg kell adni a jogát arra, hogy saját értékrendje, saját hagyományai szerint éljen. Szerves egység legyen Európa, és ne pedig, tehát ez egy borzasztó fontos dolog, hogy ők azt mondják, integrálunk. Ne integrálás, összevonás. Ne koordináljanak, ezt is mondjuk magyarul, összehangolva éljünk. Tehát nem összevonva, hanem összehangolva, és akkor már mindjárt más a leányzó fekvése, mert abban a pillanatban mindenki önmagát tudja adni, önmaga értékeit érzi topon, ahogy a Szentkorna eszméje mondja, hogy akkor minden a természetes értékrend a Szentkorna eszme szerint történik. Mi lesz ennek a további sorsa? December 21-én ez aláírásra kerül, igen, vagy szavazás lesz? Nem tudni, most ezen molyolnak, ugye, mert Írországban és Portugáliában ott a jelenlegi alkotmányos rendelkezések szerint kötelező népszavazást tartani minden olyan kérdésben, ami az ország függetlenségét érinti. Tehát ez viszont komolyan, keményen. Ez ha átmegy az országgyűlésen, akkor gyakorlatilag itt, akkor sem. Na most akkor nem, mert hogyha megint lesz egy olyan állam, ami nem erősíti meg, akkor megint meghiúsul. Viszont van egy nagyon nagy baj, tudnék, és ez is nem, nagyon sok ember nem tudja, bocsánat, nagyon kevés ember tudja sajnos. Aláírtunk még 1981-ben egy bécsi szerződést. Ennek a 18. pontja úgy rendelkezik, hogy egy aláírt nemzetközi szerződésnek tárgya és célja akkor is védett, ha soha nem lép hatályba. Na most, miután megerősítette a Magyar Országgyűlés az EU alkotmányt, annak tárgya és célja védett. Ha most ezt az újabbat megerősíti, akkor független attól, hogy hatályba lép vagy nem, ránk nézve gyakorlatilag akkor is kötelező, mert ez, hogy tárgya és célja védett, az azt jelenti, hogy az országgyűlés vagy a államalkotó szervezet nem hozhat azzal ellentétes rendelkezéseket. Tehát nem hozhat olyan rendelkezést, ami azt mondja, hogy kérem szépen megtiltom, vagy nem fogadom el a mennyiségi korlátozás tilalmát, nem fogadom el a támogatás tilalmát, nem fogadom el azt, hogy
nem lehet jogharmonizációra lépni a körülöttünk lévő államokkal olyan kérdésekben, ami nekünk kedvező. Itt ez a gond, hogy ha aláírják, akkor független attól, hogy nem fog fog lépni, vagy nem. De ha ezek a kérdések nem kerülnek gyakorlatilag az asztal fölé, akkor erőltetem újra a káoszt, az anarhiát. Tehát ez viták sorát fogja elindítani és generálni a következő periódus. És én pontosan ettől félek. Tudnék, azt mindenki érzi, hogy itt most nagyon nagy baj van. Egyre erősebb az a vélemény, amit most már nagyon sok felől hallok, interneten folyamatosan megy, hogy egy éhséglázadás szélén áll az ország. Tehát olyan helyzetbe kerültünk, amikor már az emberek azt mondják, hogy minden mindegy, most már valaminek történnie kell, változnia kell, és ez pedig anarchiához fog vezetni. Most ez az, amit nem szabad megengedni. Mert ha az érzelem vezérel bennünket értelem nélkül, akkor nincs kiút. Akkor egyszerűen belekényszerítjük magunkat egy olyan helyzetbe, amivel még rosszabbat teszünk, mint eddig volt. Ez nem, ameddig lehet, nem szabad megengedni. Ezért kell mindenképpen vitát provokálni. Mindenképpen az emberek tudomására kell hozni ezeket a dolgokat, amit most ebben az egy órában is beszélünk. Érzik ezt a politikusaink? Tudják egyáltalán, hogy mekkora a tét? Hogyne. Hát attól, hogy félnek tőle, ugye ez még meg fog történni, és ennek azért lesznek következmények. Igen, most itt ugye azt hiszik, hogy, és ez itt a tévedés, azt hiszik, hogy azzal, hogyha itt most egy kormányváltás lesz, akkor minden megoldódott. Nem a társadalom nagy része, a politikusok próbálják ezt elterjeszteni. Azért mondom, hogy nem a társadalom nagy része, mert egyre nagyobb az a tömeg a közvélemény kutatások szerint, aki elfordult minden pártól. Igen, hát a párton kívüliek, és aki érdektelenné vált, ugye, mert elég a saját gondja, baja, nagy tömeg. Ugye, de ha egy-egy szavazásnál nem ők mennek el szavazni, mert kivonulnak és elegük van, teszem hozzá teljesen jogosan, akkor ismét az a kisebbség fog dönteni az ő sorsukról is. Hát igen, de most azért nem egy kicsikét ennél véleményem szerint bonyolultabb a helyzet. Tudnélik, itt most a spontán politizálásnak nagyon nagy veszélye van. Tehát azok, akik eddig passzívak voltak, meg most elfordultak a pártól. Érzik, hogy valaminek történnie kell, és azt is érzik, hogy nekik aktívnak kell lenniük. Na most ebben az esetben, ha fölbukkan egy olyan vezető, olyan ember, aki megfelelő feltételekkel rendelkezik, és ez megvan a lehetőség arra, hogy direkt megkapja a jelenlegi háttérhatalomtól ezt a lehetőséget, akkor nem sokat látok. Ezeket az ember, ezt az ember mögé fognak állni. Ez egy őrletesen nagy veszély, mert ebbe a pillanatban viszont nyílt diktatúrává fog átalakulni Magyarország. Lehet ez a személy a jelenlegi politikusok közül is. Márki, ugye Gyurcsány ilyen irányú hogy is mondjam, ambíciói azok most már egyre inkább látszik, hogy megdőltek. Orbánnál ott még megvan ez a veszély. Megvan ez a veszély, annak ellenére, hogy ez egy hatalmas nagy baj lenne meggyőződésem szerint, hogyha pusztán kormányváltás történne. Mert ők se tudnak ebben a rendszerben mit csinálni. Hát egy szörnyűséges dolog, hogy elindították a népszavazást a vízidíjról és a tandíjról. És hogy ezt töröljék el. Ugyanakkor Rogán Antal azt mondja az Inforádióban, hogy ők is akarnak vízidíjat, meg ők is akarnak tandíjat. Akkor miről van a népszavazás? Igen, tehát gyakorlatilag még szóval, egymás között se. De ez az igaz, amit a Rogán mond, mert nem tudnak más csinálni. Ebben a rendszerben nem tudnak más csinálni, mert őket is épp úgy fogja sújtani mindaz a sarc, amit az EU-tól kapunk. Hát azért, mert egy másik párt fog
Ugye, vezetni az országot. Attól még a spirálban benne maradunk. Benne maradunk. Semmi nem változik lényegében. Tehát ez az, ami most hatalmas nagy felelőssége mindazoknak az embereknek, akik érzik nem csak a baj okát, hogy EU-val van baj, hanem azt is látják, hogy itt van egy hatalmas érték, és van egy a magyarságnak, és ezt nagyon sokan nekem azt mondják, hogy ilyen vallásosságba megyek át, meg mi. Nem. Vegyük észre, az anyagtalan világnak a befolyása az anyagi világra alapvetően meghatározó. Tehát amikor azt mondom, hogy a Szent Korona értékrendjét kell nekünk figyelembe venni és azt követni, egyre több jel mutatja azt, hogy ez a megoldás. Hát nézzük meg ezt az összehasonlító anyagot. Hát minden olyan dologra, ami rossz nekünk, legyen az kultúra, kultúra is teljesen olyan támogatási rendszer van kultúrában, nem akarok elé menni, mert majd beszélek nem róla. Nem, folytatni fogjuk. Igen, hogy megvan a megoldás, a természetes megoldás, a szabadság megoldása a Szent Koronában. Hát, kedves Halász József, kedves nézőink, önök dr. Halász Józsefet látták, hallották, maradjon még Halász József, maradjon a nemzet, és maradjanak majd velünk önök is, mert ezt a témát mi még folytatni fogjuk. Egy kicsit ismerkedjünk, barátkozzunk vele, és azzal is, merre tovább, hogyan, és mi vár még ránk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is a lehetőséget.